Molnár Ferenc 1-2-3. Végjáték valós időben, egy felvonásban, audionarrációval, a budapesti átrium művészeinek tolmácsolásában. Tisztviselő, lejjebb. Ügyintéző, lejjebb. Bolti eladó, lejjebb. Pincér, lejjebb. Színész, lejjebb. Költő, lejjebb. Rendőr, feljebb. Sofőr, a Kultúrbrigád és a Budapesti Átrium 1-2-3 című darabját a közönség látássérült tagjai számára akadálymentesített formában is játsza. Üdvözlöm Önöket, Lendvai Zsóka vagyok, az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület munkatársa. Önök a darab előnarrációját hallgatják, melynek összeállításakor igyekeztünk összeszedni és tenni a darab fontosabb vizuális elemeit, melyek segítenek annak könnyebb és szórakoztatóbb befogadásában és megértésében Kérem, tartsanak velem, Petneházi Emőke által írt előnarrációval, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentesített előadáson. A színház ajánlója a darabhoz. Norizon bankigazgató a pihenésére készülődik, amikor a családján elvendégeskedő lány, jó nevű amerikai milliómos házaspár egyetlen gyermeke vészhelyzetet jelent be. Férhez ment. Ami még rosszabb, a szülők megtudták, és útban vannak ide. Ami ennél is rosszabb, a férj egyáltalán nem gazdag. Sőt. Sőt. Sőt, de ami a legrosszabb, már a gyerek is úton van. Norizonnak egyetlen órája van, hogy kifordítsa a sarkából a világot. Persze ennek ára van, magas ára, de egy bank gépezete talán elég hozzá. A darab díszlete. A valós idejű történet egy térben, egy díszletben játszódik. A helyszín Norizon bankigazgató irodája. A szereplők sűrűn egymást követve közlekednek a levegős, tágas térben. Az iroda szimmetrikusan, szabályosan megtervezett helyiségének berendezése Bauhaus stílus tükröz. Kevés a bútor, de minden drága darabnak megvan a maga funkciója. Az irodába két oldalról két-két ajtón keresztül lehet bejutni. Az ajtók mellett és a sarkokban egy-egy áll gondosan elrendezve. Az irodába érkező vendégek további kényelmét egy puha bőrkanapé szolgálja a jobb oldalon, előtte kisméretű króm üvegdohányzó asztalka áll. Ennek közelében egy fali ruhafogas található, melyre az érkező kalapjaikat, kabátjaikat elhelyezik. A tér közepét egy átlátszó íróasztal uralja. A bútor váza a sarkoknál lekerekített, írófelülete üveg. Fiókok, oldalfalak nincsenek az asztalba építve, ezért a mögötte előtűnő hófehérbőrrel bevont karfás forgószék, valamint az asztalnál ülő bankigazgató hanyagul keresztbetett lábai tökéletesen láthatóak. Az asztalon egy telefonkészülék, egy lámpa, valamint szépen elrendezett papírstócok helyezkednek el, alatta hálószerkezetű papírkosár tele összegyűrt papírgalacsinokkal áll. Az iroda oldalfalai krémszínűek, a hátsó falat színes, mozaikos elrendezésű, élénk narancssárga, kék és zöld téglalapokból álló üvegfelület teszi impozánsá. Ezek a színek jelennek meg az ajtó keretein, valamint a falakon körbefutó, bekeretezett plakátokon is. A mennyezetről hatalmas csillár lóg alá, amely pontosan az igazgató íróasztala felett helyezkedik el. A darab szereplői Norizon igazgató Alföldi Robert, ötvenes, sűrű őszhajú férfi, sportos, elegáns, energikus. Mosolya, mimikája hülyen tükrözi érdekeit. Sötét szürke öltönyét mellénnyel, nyakkendővel viseli. Fehér inge vasalt, cipője, fényes, vöröses barna. Lídia, Lénárt Laura, 20 éveiben járó csinos fiatal hölgy. Hosszú, világos barna haját lazán hátra tűzi. A tincsek loknikban omlanak vállára. Világos, taftbő szoknyája térd Hosszú ujjú, csuklónál bővülő, a vállaknál kisé puffosra vart felső rásimul karcsú alakjára. Világos ballonkabátjához diszkrét aranyszínnel szegélyezett külpárosul. Antal, Szatori Dávid, fiatal, vádigérő hajú férfi. Antal kopott farmernadrágot, kötött, elnyűt pulóvert visel. A pulóver fölé barna, szőrös kapucnis mellént húz, lábán agyonhordott csizma látható titkár Lugosi György, idős, kopaszodó férfi, öltönye jelentéktelen szürke, akár csak cipője, testtartása feszes, engedelmességhez szokott, egész testével kisé a beszélő felédől, miközben főnöke utasításait hallgatja. Ő a rendíthetetlen nyugalom, diszkréció és megbízhatóság. Kúnó kisasszony, Parti partinóra. Fiatal hölgy, Norizon alkalmazottja. Magas, karcsú alakját, térdigérő szoknya és karcsusított blézer emeli ki. A ruha fényes, szürke. Cipője zárt, magas sarkú. Kúnó kisasszony haját elegáns konyba fésüli, körmei lakkozottak. Minden szíre lépésnél apró jegyzett tömb és ceruza van nála. Bras kisasszony, Hajdú Csilla, Pozner kisasszony, Sipos Viktória, Petrovics kisasszony, Horváth Emmi. A fiatal titkárnők grafit szürke, hangsúlyosan nőies, térdigérő szoknyát és testhez álló felsőt viselnek. Harisnyájuk sötét szürke, cipőjük fekete magas sarkú. A ruhák fazonja hasonló, bár a szabásukban megmutatkozó apró eltérések engedik kibontakozni viselőjük ízlését. Dr. Pinszki jogtanácsos, Némedi Árpád. Idősödő, szürke alak, szürke öltönyben, szürke pokróccal a vállán. Parker, dékány Barnabás. Fiatal, középkorú férfi, a divatárűzletből. üzletből. Haja dús, divatosan magasra fésült, trendi fonott szakálla van. Szűk nadrágot és hosszan lelógó kabátot visel. Divatosan bohém, piros, hosszú sálló a nyakában. Cipője hegyesorú, magas szárú bőrcipő. Oszó úr, Janicek Péter. Magas, vékony, középkorú férfi, barna, drága, elegáns öltönyben. Sziring fehér Balázs Fiatalos, energikus férfi. Fehér, sportos ruházatban és sötét sportzsekiben, kezében, sportáskával láthatjuk. Dr. Wolf, Némedi Árpád. Közép-magas, szakállas férfi, barna öltönyben és sötét ingben. Barna szövetkabátjához hagyományos karimás kalapot hord. Gróf Dubois, Ottenburg, Mihályfi balás ötvenes férfi. Sötét haját oldalt elválasztva, gondosan fejére simítva fésüli. Öltözéken narancsos barna árnyalatú, szűk fazonú vászonnadrágból, egy árnyalattal sötétebb vöröses zakóból, világos, elegáns inkből és csokornyakkendőből áll. Felöltője térdaláér. Dr. Fáber, Janicek Péter idősödő férfi, haja ősz, szemüvege kerete fekete. Az orvosok szokásos fehér öltözetét viseli, fekete kabátja köpönyegre hasonlít, vizsgálat közben arc elé maszkot helyez, kezeire gumikesztyűt húz. Schmidt, angol szabó, dékány barnabás. Fiatalos, középkorú férfi, magyaró barna öltönyben, nyakkendőben, cipőben. Bal csuklójára kis jegyzettömb van rögzítve, amelyre a méretvétel adatait jegyzi fel. Félix igazgató úr, Debreceni Csaba. Norizonnál kicsit fiatalabb, kopaszodó, öltönyös férfi. Felöltőjét és simlétere sapkáját kezében tartja. Koleon úr, fehér ő. középkorú férfi, jellegtelen barna nadrágot és térd alá érő barna ballonkabátot visel. Utóbbit szorosan összefogja teste előtt, mozgása fürge, kapkodó, szemei folyamatosan a környezetet vizslatják. Krisztián úr, sajtóreferens, barna zsombor. Fiatal, jóképű férfi, halvány szürke öltönyben, fehér ingben. Kezében fényképezőgép. Alkotók. Diszlet, Znamenák István. Jelmez, Cselényi Nóra. Zene, Zságer Varga Ákos. Dramaturg, Ugrai István. Rendező, Znamenák István. Praktikus információk. Helyszín, Átrium, Budapest, második kerület, Margit körút 55. Megközelíthetőség 4 hatos 6-os villamossal a megvárt liget megállóból, pár lépés sétálva. Az előadás hossza 100 perc szünet nélkül. Az előadás narrátora Petneházi Emőke. A látássérültek számára az előadást az Aku Egyesület akadálymentesíti. Az aktuálisan narrált előadásokhoz kapcsolódó információkat megtalálja az Átrium és az Aku Egyesület honlapján, illetve az Egyesület Facebook oldalán létrehozott esemény alatt. Köszönjük figyelmét, várjuk szeretettel az előadáson!